kérdés van, viszonylag egyszerű kérdések. És az a lényeg, hogy akkor kapsz pontokat, hogyha valami nagyon környezettudatos, vagy valamit jól csinálsz. Az első kérdésem az az, hogy bringázol, tömegközlekedsz, telekocsizol, hibridezel, vagy csak tolod neki? Tömegközlekedéssel közlekedem. Nyomom is neki, meg bringázol. Amikor ezt is, azt is. Melyik a több? Akkor fél. Mióta eljöttél otthonról, kihúztál, kikapcsoltál mindent, vagy standbyba hagytál? Hát mit? Nekem mindenki, rajtam kívül mindenki otthon van, úgyhogy nem kapcsoltam ki semmit. Selektívezel? Igen, selektívezek. Ezeket gyűjtöm külön, papírt gyűjtök külön, csak egy dologban nem vagyok biztos, hogy ezeket, amikor én bedobálom áldozatos munka árán, hogy utána valóban szelektíven kezelik-e ezeket. Sokan felháborodtak rajta, hogy egy autóba megy bele, mindegyik, de azért, mert belülről az autó szelektív. Tehát, hogy igen, ez úgy éri meg nekik, hogyha ezt úgy viszik tovább, hogy ott, mert ott fizetnek nekik. Biokaja? Hát, drága és bonyolult. De. Helyi termelő? Piac? Piac, néha. Helyi termelők? Akkor azt mondja, hogy magyarok, a lényeg a magyar. Hiszel magad a táskát, hogy nylon zacskót vásárláskor? Hát nem szoktam vinni magammal. Nylon zacskót kérsz? Igen, inkább kérek. Én mindig viszek magammal. Nem kérek nylon zacskót sehol. Hát mindig visszautasítom a zacskót, illetve általában csak ha nincs a szükség, és hát van, amikor viszünk ilyen késztement, ilyen vászon, vagy nem tudom milyen. Fairtrade gyárcik. Na ez most jó kérdés, hogy mi ez a Fairtrade. Méltányos kereskedelem? Bővebben? Bővebben a harmadik világban. Kávéért nagyon-nagyon nyomott áron vásárolják meg, és a gyerekek nem tudnak tanulni, általában ők dolgoznak kint a földeken, ezért indították a Fairtrade kezdeményezést. Segítettél-e már rászorultak? Igen. Elmondod nekünk mit? Hát, ez, aki segít, az nem dicsekszik azzal, de tényleg. Jó. Ültettél már idén? Fátvirágot akármit. Aha. Vettél-e már részt önkéntes munkában? Hát tulajdonképpen minden olyan koncertem, ami jótékonysági koncert, az önkéntes munka. Én így tudok hozzájárulni az énekemmel. Hát erre én felet adnék magamnak, mert hát nem tudom, nem az, hogy rászorultak, mert hogyha éppen úgy, hogy kell segítség valahol, mondjuk valakinek babakocsit felrakodni vonatra vagy ilyenek, akkor segítek, de hát... Ez a fél pont. A Máltainak, meg a Vörös Keresztnek ilyen Mikulás gyárszóról lap, megpakoltam az ajándékokat, meg ilyenek. Összesen az 7 pont. Komodói Varánusz. Komodói Varánusznak sikerült lenni, ami már nem rossz. 9 pontod van, ami azt jelenti, hogy királytigrisként születhetsz. Jaj, de jó! Tehát Szalóki Ági királytigris lesz következő életében, és ezen még javíthat. 3 kemény dologgal tudsz tovább lépni. Az első az, hogy van egy fenntarthatósági nap szeptemberben. Ha ezen erre regisztrálsz és részt veszel, akkor biztos, hogy 1 ponttal előrébb lépsz. Adok érte ilyet. A jövőmenő program alapvetően arról szól, hogy elmegyünk Magyarország szegény települései, és megpróbálunk rajtuk segíteni olyan módon, hogy önkéntes munkákat végzünk. Például a múltkor legutóbb lefestettük a kerítésüket, teljesen ingyen levittük a festéket, és segítettünk nekik lefesteni, mert az önkormányzatnak és a helyi embereknek nem volt arra keretük, hogy ezt így megtörjük. Vagy éppen nincs erre munkaerő. És ezért azt kapott cserébe. És ez hogy működik így? Azt gyűlünk egy helyen és elindulunk, vagy? Hát kapsz róla egy ilyen levelet, egy ilyen e-mailt, hogy mondjuk mit, mikor mit fogunk csinálni, megbeszéljük, hogy akkor mondjuk te XY helyen szállsz föl, de elmegy érted egy kocsi, beszálltod, ott vannak a többiek, már lefelé jó a hangulat, hogy ott vagyunk egy napot, vagy éppen van, amikor 2 napos, akkor este szokott egy jó kis buli lenni, és másnap ugyanúgy visszahoz a kocsi, vagy aznap még. És még egy utolsó program van, amivel aztán eléred a bolygó kapitányát. Ha mindezeket megtetted, akkor bolygó kapitányává úgy válhatsz, hogyha mondjuk a fenntarthatósági napon pályázol. 3 téma van. Fogyasztás, klímaváltozás, mi a harmadik? Esélyegyelőség.